település központjában helyi különlegességekkel díszített életképek fogadják az ideérkezőt. A kender termesztésének már leginkább csak hagyománya van Berek-Darócon, hiszen a haszonnövény napjainkban elvétve található meg a földeken. A daróci asszonyok viszont még mindig ápolják a vászonatta lehetőségek igen sokszínű hagyományát és a feldolgozás technológiáját is. Igazából ez egy kenderes fesztivál nevezetű dolog lesz. Most ugye 23 éve folyamatosan van ez a rendezvény. Egy helyi görög parókus hozta létre, Dalanics Zoltán, igazából a kender és a vászonvirágnak, vagyis a vászon termesztésnek az egész múltját mutatta be, és ez így hagyománnyal alakult. Emellé meg sok-sok egyéb dolgot sikerült most beszerveznünk a Csutkai Csaba kiállításával kezdve, egy kisebb filmvetítés magáról erről a Berek-Darócon élő asszonyok, akik létrehozták és csinálják ezt, annak egy kis filmjét, azon kívül itt van mindenféle kézműves kiállítás, termék árusítása és bemutatása, úgyhogy lényegében ennyi. A nap egy filmvetítéssel kezdődött, melyben viszont láthatták magukat a helyi asszonyok, ugyanis a Lubi Margit pedagógus néprajzkutató életét feldolgozó filmben alkalmuk adódott bemutatni a kenderkészítés folyamatát. Mi úgy gondoljuk, hogy a Lubi Társaságnak a feladata és térkitűzése a szatmári Lubi generációknak a épített és szellemi örökségét felkutatni, láthatóvá tenni, és mivel az egyik, azt gondolom, ikonikus alakja a Lubi családnak a szatmári ágon belül Lubi Margit volt, ezért úgy gondoltuk, hogy egy örök emléket szeretnénk állítani neki egy ismeretterjesztő filmmel. Nos, tavaly készült el ez a filmünk, és hát milyen kicsi a világ, vagy mégis milyen nagy, és mi minden belefér, amikor színhelyeket keresünk és vegyük úgy szereplőket ehhez, ami általunk írt és létrehozott filmhez, akkor nem csak Szatmárban gondolkodtunk, hanem pont adó kapura jött számunkra egy itteni kenderes rendezvény, amely keretében az éppen akkor szépen nipi viseletbe beöltözött asszonyok voltak azok, akik a mi filmünkben a Lubi Margit népi iparművészettel, vagy népi művészettel és textil készítéssel kapcsolatos soraihoz a illusztrációkat is tudták biztosítani. Eljöttünk ide, a tájházba, ahol gyakorlatilag bemutatták a szövésnek és a fonásnak a munkálatait, jókedve énekeltek, és mi ezeket a kockákat beletettük a filmbe. A Berek-Daróci vászonvirág, melynek minden része természetes anyagból készül, és a beregi keresztszemes hímzés részét képezik a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei értéktárnak. A vidék szelencéje, értékek és hagyományok generációkon át című program ezeket a mai kor emberére hagyott kincseket igyekszik ápolni, hiszen a környezetünkben fellelhető nyersanyagok mindig is a paraszti élet részét képezték, az öltözködéstől az építkezésig. Úgy gondoltuk, hogy ha már Berek-Darócon is ez a hagyomány élt, akkor igyekezzünk ezt újjáéleszteni, és ez 2000-es évek elején történt meg. Itt mindenképpen el kell mondanom Dalanics Zoltán görögkatolikus parókusnak a nevét, aki akkor került Berek-Darócra, és összeszedve a fiatalokat, meglátta a lehetőséget a kenderhez kapcsolódó hagyományokban, illetve az ehhez kapcsolódó termékek kitalálásában. Így indult el a kenderes fesztivál, és hát már valóban 23 évet megélt. És a fő cél az pedig az volt, hogy bemutassuk azt a sokszínű növényt, és a kender feldolgozásnak azt a hagyományos folyamatát, amely a kender elvetésétől, a kender törésétől, az áztatástól egészen a feldolgozásig eljut odáig, hogy hogyan lesz a kender magból vászon. És hát nagyon örülünk annak, hogy ebben mindig voltak segítőink, és azt a tudást, amely a helyi asszonyokban, a helyi erőben benne volt, azt pedig meg is tudtuk mutatni, és a mai napig sokan vannak még köztünk, hál' Istennek, akik ezt az örökséget ápolják és tovább viszik, és hát bízunk benne, hogy fiatalok is lesznek majd, akik ebbe bekapcsolódnak. A program részét képezte még Csutkai Csaba jelképek című kiállításának megnyitója is. A tárlat előreláthatóan még hetekig megtekinthető Berek-Darócon.